No, a dobrai keresztnél az úgy volt, hogy sok ima meghallgatás volt. Ugye nagyon régi kereszt volt az, és akkor sokan, ugye mindig ahogy mentek arra, bittek virágot rája. Sokan, akiknek fődjeik arra voltak. És akkor mindenki megállt imádkozni. Hát az egyik asszony meg ugye a szomszédjába, ugye ők is szegények voltak, a szomszédjukba ikerbornyuk lettek a gazdagoknál, ugye a kulákoknál ikerbornyú lett. Na, hát utána ugye az asszony is asszondja, mert ugye bornyú csak egy évbe egyig lett. Milyen jó volna ugye egy haszony helyett kettő is, hogy kettő legyen, hát ő asszondja mindig, ahogy jártunk dolgozni. Mindig elmesélte, nem egyszer, sokszor elmondta, hogy ő is, ő ott imádkozott higgyétek el, higgyétek el, hogy engem megsegített ez a Jézuska, mert én itt imádkoztam, a dobrai keresztnek, én itt imádkoztam, hogy ikerbornyuk legyenek. Oszt nekünk is ikerbornyuk lettek, hát mink csak mosolyogtuk őtet, de hát az mindig a vót, hogy tényleg igaz vót. A az uram, a Pista, a Ilona, gyere csak ki az istállóba, a szondja, mikor megyünk, ugye, mert az ikerbornyuk nehezen szoktak, majd még meg is döglik az egyik, a gyengéb a bornyuk reggel járkáltak. Mert köllött segíteni azokat, szóval mindig segítette a gazda, mikor tudta, hogy bornyazik a tehén, mindig ott volt, ugye a szondja, nem tudtuk, hogy itt lesznek, hogy előbb lett, pár napra rávártuk a bornyút. Hát a két bornyú ott járkál. Gyere, Ilona! No, ott vannak a bornyúk, es a szonta, engem, higgyétek el, a dobrai Jézuska megsegített, de hálás is volt neki, mert mindig vitte a keresztet, meg a keresztő a virágokat. Meg akkor vitte a gyertyát, égetett gyertyát is otten, hálás volt a Jézuskának.